Na, hát üdvözlök mindenkit sok-sok szeretettel, már nagyon rég volt Mortal Kombat videó a csatornámon, úgyhogy most már lesz ismét. Hát az túlzás mondani, hogy kitanultam egy új karaktert, ugye Traditional Towers, de Leatherface-szel megpróbálom végigvinni a Classic Tower-t, méghozzá Leatherface-nek ugye a Pretty Lady variánsával. Egy 5 percig tanulmányoztam nagyjából. A Pretty Lady az azért jó, mert vannak távolsági támadásai, tehát a láncfű részét ugye el tudja hajítani közepesen, alsó támadásként, illetve felfelé NTR-ként, vagy Entire-ként. Az angolok is így mind a kettőt használják, NTR meg Entire. Jó Isten se tudja már, hogy nyelvtanulag ez hogy van. Na, de... hát szóval ez tűnik nekem a legjobbnak. Van is vele egy 28%-os kombó. A másik ugye a Pretty Lady. Vagy is a Pretty Lady, a másik az a Killer. Hát ez meg gyakorlatilag egy ilyen berserker beállási pozíciót fel tud venni, és az bármikor meg tudja szakítani, és hogyha mégis is beviszi, akkor elég nagyot lehet vele sebezni, plusz ugye enhance-olni is lehet, és akkor kombóba tovább vinni, chip damage, illetve hát juggle damage formájában juggle kombózni lehet vele. A Butcher, szerintem ez a legjobb variáns egyébként, mert itt nagyon ügyesen, hogyha megtanulod használni ezt a Butcher variánst, akkor gyakorlatilag addig ütöd az ellenfelet, amíg életereje nem van. Tehát ez a 50-50, tehát ütöd, akkor utána elkezdesz egy alsó indítót, akkor egy 15-20%-ot sebzel, akkor utána megint egy alsót, aztán egy felsőt, és hogyha rosszul tippeli meg ugye az ellenfelet, hogy melyiket akarod indítani, akkor ilyen 15-20%-onként végül is az összes életerőt leszered tőle. Szóval szerintem ez a legjobb variáns, de ezt nem tanultam még ki elég jól, úgyhogy a Pretty Lady-vel fogjuk megpróbálni, és hát hardon. Lehet, hogy 3 órás videó lesz. Meglátjuk, gyerekek. Nem vittem még végig médiumon se vele, de lehet, hogy merész próbálkozás ez. Jajjaj. Megpróbáljuk végigvinni, gyákák! Jajjaj. Júj, ne a pocakom, nem! Ez a 28%-os. Van egy ilyen elég lassú támadása neki. Hát ezt nagyon ritkán kell bevinni. Jaj, ne! Ne, pocakomat ne! Van egy ilyen Johnny Cage-szerű Shadow mozdulata is. Láncfű részen egy előre ront. Oh. Jaj, nem! Na, ez se rossz, 21%. Nem áll! Oh, nózi ütés volt. Hiányoltátok már, mi az MKX-et? Lesz majd nézők VS Oscar is még egyszer-kétszer. Ne aggódjatok. Csak már az azért unom, mert mindig ugyanazokkal a ellenfelekkel találkozok. Kellene új játékosok. Magyarok. Na-na! Nem ezt akartam! Hopp, egy fatality-t akartam, mindegy, majd legközelebb. Na hát első ellenfelen túl vagyunk, gyerekek, el se hiszem, hard fokozaton.
De mi lesz majd Shinnokéknál, meg Goró bácsajcséknál? Bár mondjuk Gorót most már egyre könnyebben megverem, mert ugye ő vele vagyok, Johnny után a legjobb. Ó, nem is gondolnád, mi? Jaj! Recs! Durr! Bung! Zuty! Jó, ne! Jó, ez a relentless variás. Na, ennyi. Game over. Itt a végén bevágja a páncélozottságot. Fuhú! Round two. Fight! Meg az nem tudom, hogy ilyenkor ment, ugye szóval, hogy védekezni is tud Jason, vagy ilyenkor a block gomb az lehet, hogy gyakorlatilag ki van végezve. Shit! Nem! Na igen, a relentless variánsnak van egy olyan képessége ugye, hogy ahogy egyre kevesebb életereje van, egyre nagyobbat sebez. Tehát már a végén egy X-ray, tehát ilyen 5% környékén már ilyen 56%-ot sebez kb. Vagy legalább 50-et. Nagyon durva. Na még egyszer. Jó, ne! Shit! Hát igen, ezt még lehet, hogy kicsit gyakorolni kellett volna. Yes! Ho-ho-ho-ho! Én vagyok a nagy ho-ho-ho horgász, gyerekek! Nem ezt akartam! Mesze! Plucs! Ez is a téd! Nem! Hahaha! Die, motherfucker! Bung! És kész, meghaltál. Gerincét megmasszíroztam. Na, majd nézzünk egy kivégzést. Tehát akkor azt mondja, hogy rá hátra le, page up. Hoppá! Zuttyanni fogsz! A nyelve. Láttad a nyelvének a mozgását? Nézz vissza a videót majd. Ezt ma csinálom amúgy ezt a videót, este fogom megosztani bizony 18:00-kor. Hát ha végig tudom vinni, ha nem akkor hú. Bár arról te nem tudsz akkor. Mert akkor erről az egész videóról nem fogsz tudni, hogyha nem tudom megosztani, érted? Oh shit! Nem! Na. Ez büntethető? Nem is tudtam. Neee! Hoho! Die, son of a bitch! Ó, nem tudtam használni a liánt. Na. Nem!
Ó, azt hittem, hogy ez be van páncélozva. Nem. Ó, nem védekeztem. Belefejeltem a jégizébe. Ennyi volt. A jégklomba. Ice clone. Na-na. Hahaha, erre nem számítottál, kecsek fiú. Ez büntethető. Belefejeltem már megint. A fekáliába. Ó, nem igaz. Elpocsékoltam egyet. Na, ezzel megmasszírozom a hasadat. Ájá, pucs! Meg egy kis nyakmasszást is kapsz a végén. Na igen, büntethető. Ja, nem vagy nem? Vagy csak én voltam a béna? Yes! Ha-ha! Motherfucker! Ne! Ne! Haha! Ó, de jó lett volna elkapni. Na, még a végén flawless victory lesz. Na-na! Pucak, pacak masszázsra elviszlek! Ah! No! Ez viszont biztos, hogy páncélozott. Igen. Ugyanúgy büntethető, mint Johnny-nak a árnyék rúgása. Na, ne! Azt hittem, hogy ezzel át tudom törni. Ne, ne, ne. Shit! It's a piece of shit! Sub-Zero wins. Nulla alatti harcos. Győzött. Sub-Zero. Na várja. Puty, puty, puty. Igen, ez jó, mert... Jajjáj. A fűrész nem tudod megállítani, mármint lefagyasztani, köcső. Na. Na. Na, na, na. Na, na, oh. Oj, 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 oj. No one can stop me. Die already. Motherfucker. Oj, 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 oj. Ez az brutality, nesze, levágtam a fejedet. Nem is tudtam, hogy így kell ezt a brutality-t. És azt tudtam, hogy dobásból kell bemenni, csak hogy melyik gombot kell ilyenkor nyomva tartani. A rá gombot kell nyomva tartani, és akkor megcsinálja a brutality-t igény. Egy kis szexi fejem van ott lenne. A chainsaw? That's subtle. Próbáltam kombózni. Úristen, mi volt az? Ne. Ne, nózit, ne. Hol sikerült? Ács! No, no. Ajaj, pocakmasszás lesz. Ne. Oh. Bluttyantottam egy rugást előrefele. Ó,
micsoda mozdulataid vannak, kicsinálj! It's an overhead. Láttad, ez ilyen marha lassú mozdulat, de... azért szeretjük. Jajjaj. Jaj, nem! Na vajon még egy fatality-t nézzünk. Azt mondja, hogy hátra rá, le rá, and... Nem! Ezt a kurcom! Mindig ma legközelebb összejön! Gyerekek! John Ike Jajcs! Ketrec Jancsi! I know Halloween stores that have much better masks. Jó, ne! Hey, Johnny fiú, ne! Ne büntes! Jó! Jaj, nem! Ebből az alsó rúgásból még mindig nem tudom, hogy mi a szügyöt kellene csinálni. Rálép a másik lábára, mármint Leatherface, és akkor most mi? Dobjak egy izé láncfűrész felfelé, megpróbálom. Várjál. Csak jöjjön, jönne össze. Nem jön össze. Alsó dob. Nem tudom, lehet, hogy a billentyű irányítás miatt nem lehet akármit csinálni billentyűzet játékosként. Vagy csak én csinálok valamit rosszul, vagy az én beállításaim vannak rosszul konfigurálva. Nem. Nem áll. Igen, ez büntethető. Mit csinálsz, Johnny? Ez mi? Trollkodik a gép. Johnny Cage win. You ready to face off? There it is. Igen, ez abszolút büntethető. A felütése az jó. Ez hogy lehetne biztonságosra tenni? Várja. Ó, akartam egy X-ray-t pedig. Ó, ne már! Nem! Ó, tudtam, hogy ez lesz. Durva egy brutality, gyerekek. Nagyon durva. Hatodik ellenfél, Kitana néni.
Aki kitanná, aki kitállal. Ho-ho-ho, de jó! Szóvic volt! Ho-ho! Ezt a customet nem szeretem. Amikor élő halott. Nekem élő nőre van szükségem. Kitanna néni nem szórakozik. Oké, ennyi volt szerintem. Vagy nem. Haha! Yes! A 30 éves meditáció! Megérte! Azt hittem fel tudlak ütni! Not bad, girly. Not bad, girly. Yup. Ez csak 36%, de ez halálos. Yes! Yup, garappa! Na várja, most talán sikerülni fog, tehát akkor jobbra, balra, le, balra. Yes! Honnan jött le az a lánc? A levegőből? Júj. Így már nem olyan szexi. Leatherface wins. Fatality. Let's continue our journey in massacre. Reptile. Demented human. Round one. Fight. Ó, azt hittem benyeli. Júj! Hú, ez a noxious. Te már itt eleve halott voltam, mert itt ugye picit közel mész, akkor így szép lassan csökken az életerőt, hogyha közvetlen közelében vagy reptilnak is, ráadásul ezt a hatást még fokozni is tudja. Úristen. Nem ezt akartam most se. Ezt hallottad? Ez vicces volt. Na. Kész. Gerappa. De milyen cipő van már Leatherface-en? Érzékeled a szemeddel? Demented humans! Hát eddig egész jól indul. Hogy az életereje a köcsögnek? Ó, nem is ezt akartam, de jól jött.
De van, hogy a egyszerűbb módszer az praktikusabb. Fú, ezt még egyszer sem vittem ki. Most se csinálta az izét. Oké, várj, akkor mi van még itt? Még ezt nem tudom. Ja, stage fatality. Akkor tudod mit? Nesze. Hú. Hogy elő kapta láncfűrészt egy félkézzel. Leatherface wins. Faction kill. Ez baromi veszélyes egy láncfűrész. Azzal játszani. Valamelyik filmben, Leatherface filmben, még régi film volt. Hát nem tudom, 90-esek végén láttam, azt hiszem. Volt egy rész, amikor a saját lábát levágta véletlenül vele. Your weapon is loud and useless. Hát azért azt nem mondanám, hogy useless. It is not useless, alright, ciao. Seggel hárította. Hey! Na! Ja! Minden már! Anyád! Ne! Hogy jó? A részleg disznaját neki. Drunken Master, Jackie Chan. Uhuy! Hogy? Már nem azért, ez legalább 25%-ot sebezhetne. Hajó! Soha nem tudom, hogy az alsója vagy felső. Mese volt, füle, farka benne volt, mivel ez a kékbálna volt, felakasztom magam. Csak vicceltem. Ja, arról hallottátok, hogy a kékbálna az lehet, hogy csak egy kitaláció, egy baromság? Semmi valóság alapja nincs, már most ezt rebesgetik, nem tudom már mi az igaz. Nem foglalkozom vele. Én inkább játszom Mortal Kombatet, mint kékbálnát, én a mondó vagyok. Nyomtam a védekezést, he. A barátsod lehetetlen blokkolni. Ez a pocakolás, gyerekek. Ja, biztonságosan lehet tenni, csak gyakorolni kell. Na azért. Igaz, hogy a teljes méterem megszűnt, de mindegy, kockáztatok.
haszon felső. De az érdekes, ő lábamat rúgja pedig. Hát fura. Nem értem én már ezt. Shit! Jaj, mi lesz itt Shinnoknál? Öcsém. Öcsém facsiga. Azért. Le kell győzni. Igen, még sikerülni fog. Se hiszem. Hát igaz, általános tudás is sokat számít ugye játékon belül, tehát hogy mindegy, hogy melyik karakterrel vagy profi, de hogy mennyire ismered a többit, az nagyon lényeges. Meg ugye a játék mechanikájával mennyire vagy tisztában. Nem mutatom. Bum, 20%. Let's do this. Ó, pedig nyomtam a futást. Mi történt? Oh shit. Ebből nincs brutality. Lehet, hogy a felfele gombot kellett volna nyomnom. Kész, ennyi volt, meghaltál. Jó volt. Jó volt. A Goró bács, Dr. Goró. Itt, ott pihen. Dr. Goró, hello. Hello, élsz még? Na, gyákák. Széttört a székem, egy csonkon ülök. Már megrendeltem az új széket, de 2-3 hét mire kihozzák. Megáll az ész. Nem mindegy, honnan rendeled meg. Kész. Végezt, meghaltam. Fú, ez honnan jött?
Ja, ezt a mozdulatot sarokban nem célszerű. Kivitelezni. Igen. Hát még nem érzem nagyon. Leatherface-t. A legjobb felütése neki. Egyik. Izének is jó egyébként. Jasonnek. Liu Kangnek. Johnnynak nagyon szar. De Gorónak talán a legszarabb. Annyira lassú és olyan idióta szögben viszi be. Döglünk. Meg jó, hogy gyorsan reagáltam, de viszonylag. Az a hang fett. Az a hang effekt. Vicces nagyon. Még az a legjobb, amikor a stage kivégzést hajtják végre, amikor leesik a verembe a tüskék közé, és akkor az a hangfett. Ú, ez védhetetlen, sajnos, ezt sehogy nem lehet kivédeni. Vagy hát csak hátraugrással a legfeljebb, de... Ez mondjuk büntethető lett volna, de hát... Ah, kész. Ah. Jó, hogy lent maradtam, igaz, hogy kakit se értem vele, de legalább büszke lehetek rá, hogy taktikai érzékem az van. A durranással párhuzamosan mondtam ezt, hogy van. Na gyerünk. Kész. Oh! Ez is vétezetlen. Akartam. Az Isten itt már. Működj! Működj! Kész. Lábilag kilettem rúgva, azt kész. Mehetek a sóbányába. Anyád!
Hú-hú-hú! Ez mák volt. Nem ezt a mozdulatot akartam, csak ez jött elő. Lássuk a történetét. Nem fogom feliratozni, most ezért nem fogom az egész videót újra renderelni. Elmondom. Pár szóban. Ennyi. Leatherface had cut down the old man in the stray. Megölt a sinokot Leatherface. Maybe now that he was dead, the pretty yellow-haired gum-chewing girl would notice Leatherface. Putting on his fanciest mask, Leatherface found the army camp where the pretty girl could be found most days. He had to cut through a few guards and more than a few of her friends to get to her. Igen, mindenkit megölt. Jackie-jéket is. The old man's face, which he'd saved for the girl as a present. The girl didn't want the present, and she wasn't being nice. So Leatherface chopped her into tiny pieces. He then took off his mask and set to work on the girl's face. If she wasn't going to be his girlfriend, she could be his in other ways. Ha már nem lesz a barátnője Cassie Leatherface-nek, akkor más módon teszi a barátnőjévé. Tehát, hogy levágta az arcát. Jó, gyerekek, nem fogok aludni. Na, remélem, hogy tetszett ez az epizód. Végül is aranyérmesek lettünk. 999.000 pont. Hát igen, a brutalitik miatt, meg a kivégzések miatt amúgy szerintem csak bronzérmesek lennénk. Na, jó van, remélem tetszett, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a izé csatornára, lájkoljátok a videóimat, osszátok meg Facebookot, Twitteren, stb. Gyertek, gyarapodjunk, gyerekek! Sziasztok!